Rendesen. Engedjük el a magunkkal adott gondolatmeneteket, eszmeljünk föl itt a jelenben. Lazuljunk el, és alapozzuk rá magunkat a földre. Szabadítsuk fel a légzésünket, belégzéskor föltöltődünk és fölszabadulunk, kilégzéssel oldódunk és megint csak fölszabadulunk. Jó esőben lélegzünk, jó itt lenni a saját bőrünkben, itthon önmagunknál. Függetlenül attól, hogy mi jár az eszünkben, jó itt lenni ebben a egyszerűségben. Ülünk, lélegzünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a meditációt így megértsük, mert nagyon sokan ugye meditáció címén a gondolataikkal küszködnek, tehát szó sincs róla, a gondolat nem játszik szerepet, van vagy nincs, nincs jelentősége. Mindenki azt mondja, jaj, nagyon sok a gondolatom, nem tudok meditálni. Ha fölmegyünk a hegyre, lenézünk a városra, teljesen mindegy, hogy üresek az utcák, vagy teli vannak az utcák, nem? Teljesen mindegy. Nem mindegy. Ugyanolyan szép. Ugyanolyan szép. Üres az utca, úgyis szép. A dugó van, úgyis szép. Ja, bármi. A szirénáznak a távolban még az is szép. Nincs jelentősége. De ha benne vagyunk a dugóba, akkor ugye káromkodunk, és joggal, ugye. Igaz? Tele vagyunk érzelmekkel, zűrzavar van, káosz van, szenvedünk, amikor benn vagyunk a dugóba. De amikor fölülről nézzük, akkor akár dugó van, akár megy a forgalom, és nincs különbség, semmi különbség nincs, igaz? Hát ha csak nincs randénk fönn a hegyen, és a szerelmünk a dugóban ül, persze, akkor megint csak benn vagyunk a városban. Hát a tudat az nagy kópé, nagy ravasz. Tehát ez ugye erről lenne szó. De, tehát ez nagyon fontos, tehát a meditáció nincs, nem cél az, hogy gondolat nélkül legyünk, nem cél, hanem a rálátása fontos. Rálátunk arra, ami van. Sok gondolat van, azt látjuk. A kevés gondolat, azt látjuk. Ha csak egy-egy gondolat jön, akkor azt látjuk, egy gondolat. És aztán akkor elengedjük, vagy elmegy magától, nem is kell elengedni. Elmegy magától. Akkor azt látjuk, nincs jelentősége. Ja? Érthető ez? Van valakinek ilyen tapasztalata, vagy? Van? Milyen? Nekem egy kérdésként is felmerült, hogy az álmodozás, vagy van ilyen felismerés, tehát hogy az ember ül, és akkor túl erre nem gondoltam. Tehát, hogy igazán itt kéne lenni, és jönnek ilyen dolgok, hogy túl erre nem gondoltam, mert hogy... Eszedbe jut valami, ami így rálátsz. Hát igazán... Tehát nem a maga az üléshelyzet
Nem maga az ülés. Nem arról van felismerésed, hanem valami gondolati dolog, emlék, valami emlék. Igen, így van. És akkor ugye rálát, és akkor hú, erre nem van. Hát az ugyanaz. Az is álmodozás. Hát a tudat az óriási nagy bűvész. Nagy bűvész. Ezer és egy módon csábítja el az embert. Ja, van, amikor az ember, látomás, ugye az ember különleges dolgokat lát, vagy érez, az is álmodozás. Tehát, bár nem úgy tűnik, mert lehet, hogy rendkívüli élménye van az embernek, az még mindig csak az. Tehát, akármi van, csak rá kell látni, hogy mondjam. Leleplezzük, hogy ez is csak gondolat, ez is. És ha ez megvan, akkor jön a valódi felszabadultság, mert akkor valóban az valóságban vagyunk. Tehát az egy bátor dolog, ez egy elég nagy kihívás megmaradni a valóságban. Annyira hozzá vagyunk szokva, hogy a tudatunk etet bennünket különböző szórakoztató vagy rémisztő dolgokkal, akár rémisztő, akár olyan, mint a tévé, ugye vannak horror dolgok, amik rémisztő, de ugyanakkor rendkívül, mint rémisztő, nagyon szórakoztató dolgok, ugye? Hát az ember van, akinek az a szórakozás, hogy rémisztő dolgokat néz. Van, aki úgy szórakozik, hogy lágy, kellemes, romantikus dolgokat néz, ugye? Hát ugyanígy van a tudat is. Ja, ugyanígy van a tudat. És ez mind a tudat teremtménye, és mind elvisz bennünket a valóságtól, ez a fontos. Tehát ez egy nagy munka, hogy az ember tényleg a valóságot elfogadja. Na, ez, most a valóságban vagyok, és ez nekem jó, ez jó nekem. Nem az jó nekem, hogy kellemes élményeim legyenek, hanem nekem az a jó, mert azok elmúlnak. És utána jönnek a rossz dolgok. Nekem az a jó, hogyha a valóságban vagyok. Ez a jó. Ez az egyedüli jó, hogyha megtanulok a valóságban lenni és ott maradni. Ez nekem mindig jó. Az, hogy kellemes, kellemetlen dolgok jönnek, azok mindig becsapnak. Azok becsapnak minket. Ja? Tehát ez a meditációnak az alapja. Ja? Tehát nagyon fontos, azért szoktam újra és újra ezt mindenféle különböző módokon elmondani. Mindig kicsit másképpen, hogy tényleg kialakuljon ez, hogy mi is a lényege a meditációnak. Mert ugye azt hiszik az emberek, hogy kellemes meditáció, ugye fölteszünk egy kellemes lemezt, és akkor elképzeljük, hogy egy gyönyörű tengerparton vagyunk, pálmafák vannak, delfinek vannak, aztán különböző kellemes dolgok történnek, ez nem meditáció, ez relaxáció. Ez nem meditáció, semmi közel. Valódi meditáció. Tehát buddhista értelemben ez nem meditáció. Ja? Ja. Érthető ez? Tehát nem akarunk kellemes élményeket szerezni a meditációban, hanem abból indulunk ki, hogy nekem az a jó, ha a valóságban vagyok. És megtanulok a meditáció segítség a valóságban lenni. Ennek pedig az a módszere, hogy mindig le kell lepleznem azt, ami nem valóság. Ami elvisz engem a valóságtól, azt én ránézek és látom, hogy ez nem valóság. És abban a pillanatban már nincs is. Tehát amikor már nincs becsapás, akkor az már nem érdekes. Az már nem érdekes. Tehát mint az álomban, hogyha az álomban rádöbben, hogy ez csak álom, abban a pillanatban az álom nem bánt. Nem bánt minket. Akkor az álom az lehet, hogy ott van, folytatódik, de már nem vagyunk a hatása alatt. Igen? Csak felállítom, hogy a valóságot mondasz, akkor a tudatvaló természetéről van szó. Hogyan? Mikor? Akkor azt mondod, hogy valóság, akkor igen. Hogy a saját tudatunk valódi természete? Hogy arról persze, ez a valóság. Amikor a valóságban vagyunk, akkor igazából a tudattal nem is kell foglalkozni. Mert az az állapot, amikor a tudat olyan, mint a tükör. És a tükör, hogyha belenézel a tükörbe, és zavartalanul látod benne magadat, akkor a tükörrel nem foglalkozol, igaz? Nem azt mondja, jaj, de szép ez a tükör, hanem azt mondja, jaj, de szép vagyok én, igaz? Ja? De amikor a tükör koszos, vagy görbe, vagy, akkor a tükörrel foglalkozunk, azt látjuk, igaz? Tehát ez ugyanígy van.
amikor a valóság, akkor nem foglalkozol, most ez a tudat, vagy mi ez, nincs, nem kér, nincs, nem téma. Már ott a valóság. Ja? De az persze, a tudat természete az, hogy tükrözi a valóságot, zavarmentesen. Igen? Ezt azért kérdeztem is, mert hogy ugye azt mondtad, hogy ha valóságban vagyunk, akkor hogy a valóság az mindig boldog. Ja. Igen, igen, a valóság az boldog, az boldog. Tehát, hogyha fájdalmat érzel a valóságban, az is egy boldog dolog, mert a valóságban vagy. Ja? A boldogtalanság, a szenvedés ott kezdődik, hogy eltávolodunk a valóságtól. Ja? És az mindig szenvedéssel végződik. Az maga a szenvedés. Mindig. Az, mert egy hamis világban vagyunk, egy virtuális, hamis, mesterséges világban vagyunk, és az mindig szenvedés, tehát mert alapvetően becsapjuk önmagunkat, vagy mondjuk így, hogy becsap bennünket a tudatunk, ja? És az, annak az mindig szenvedés, hazugságra alapul, ami hazugság, az szenvedés, semmi jó nincs belőle. Ja? Itt pedig egyenesen az valóságban vagy, az minden. Tehát még hogyha fájdalom, az is, a fájdalom maga is boldogság, hogyha a fájdalom valóságát képesek vagyunk átélni, és nem keverjük ugye, össze az álmainkkal, és a gondolatainkkal, érzéseinkkel, rávetítéseinkkel, félelmeinkkel, ja, menekülésünkkel, küzdelmünkkel, stb. Nem keverjük össze a fájdalmat, akkor nem lesz belőle szenvedés. Nem lesz belőle szenvedés. Szenvedés akkor lesz belőle, nem tudjuk, nem tudunk, nem látjuk, tehát nem a valóságban tapasztaljuk meg a fájdalmat, hanem nem annak a valóságát tapasztaljuk meg, hanem hát ugye menekülünk tőle, küzdünk ellene, stb. Stb. Rávetítünk csomó dolgot, köré szövünk egy csomó gondolatot, érzést, ja? És akkor ez maga a szenvedés. De ugyanez van a boldogsággal is, tehát teljesen mindegy, hogy fájdalom vagy öröm, mert örömmel nem tudunk úgy szembenézni, ahogy az van, hanem ott is ugye elvárások, stb. Mert mi történik, amikor megörülünk valaminek, ugye meglátom ezt a málát, és akkor megörülök neki, akkor mi történik? Jaj, ez nekem kell mindjárt, ugye? Tehát mindjárt jön a bonyolítás. Jaj, kialakul ragaszkodás rögtön, igaz? Amikor rögtön ragaszkodás van, akkor ragaszkodás van, hát az már maga a szenvedés. Ugye emlékszünk a Drukpa Kunli-féle történetre, amikor ugye temetésre hívják, és utána elvégzi a szertartást, és akkor neki adják a halott nőnek, egy halott asszony összes ékszerét. És akkor tetemes mennyiségű ékszerről van szó, és azt mind magára ölti. Magára ölti, és boly, nagyon boldog. Megnézi a tükörbe, és gyönyörű. És akkor kimegy, megmutatja magát a gyászoló népnek, és azok is nagyon boldog, gyönyörű. Utána vissza is leszedi az egészet, és visszaadja, és kérdezik, hogy hát miért? Hát ez a tiéd, neked adtuk. Azt mondja, ami örömöm ebből lehet, az már megvolt, mostantól kezdve ez csak gond lenne, ha meg akarnám tartani. Mert pontosan így vagyunk mindennel. Tehát ugye amikor a valóságosan örülünk valaminek, az egy dolog, de amikor már túllépünk rajta, és kezdjük örökölnek a ragaszkodások, a félelmek, ja, hogy ez gyönyörű, ez nekem kell, de mi lesz, hogyha elveszi, el akarja venni valaki tőlem, ja, és akkor már probléma van, ja. Ugye a gyerekekkel szoktunk így, hogy játszani, hogy valami nagyon megtetszik neki, akkor mondjuk, hogy add ide. És a gyerek nem adja, persze. Ugye? És akkor rögtön ugye van ez, hogy hát már fél, már retteg, már nem örül neki, hanem már ugye egész más. Hát ugyanígy vagyunk mi is. Ja? Ugyanígy vagyunk mi is. Ja? Nos, tehát akkor megyünk tovább. Ugye az öt érzékről volt szó, illetve hát hat érzékről igazából eddig, hogy hogyan tudunk dolgozni az érzékekkel, az érzékelt dolgokkal, igaz? Nem magukkal az érzékekkel dolgozunk, nem valamit, ugye nem úgy, mint a fogatmosunk, kimosjuk az érzékeinket, nem erről van szó,
hanem az érzékelt világról van szó, ugye látunk, hallunk, illatot, ízt érzünk, testi érzeteink vannak, ugye ez öt érzék, és akkor van a hatodik, ami a tudat, ugye a tudattal is érzékelünk, ugye a lényeg az, hogy tehát eddig erről volt szó, és azt mondtuk, nagyon röviden, itt van egy rövid összefoglalás is, tehát azt mondtuk, hogy az érzékeléshez való ragaszkodás kényszerít bennünket a szamszárában történő vándorlásra. Az írások ezért azt tanácsolják, hogy mondjunk le az érzéki örömök élvezetéről. Tehát az írások, tanítások egy osztálya azt mondja, hogy ha akinek nagyon erősek az érzékeihez való ragaszkodások, azoknak a legjobb, ha azzal kezdik, hogy kis távolságot tartanak. Tehát ha nagyon ragaszkodunk, ugye, akkor a legjobb, hogy kicsit azzal dolgozunk, ezt hívjuk úgy, hogy a tartózkodás, vagy lemondásnak szokták mondani, de az igazából nem egy jó fordítás, hanem inkább mondanám annak, hogy minek mondjuk? Egyfajta csömör érzés, ja? Csömör. Tehát azt mondjuk, hogy na ebből elegem van. Ebből elegem van. Ja? Kiábrándulás. Na ez egy jó szó. Tehát kiábrándulás mit jelent az? Azt jelenti, hogyha valamihez nagyon ragaszkodunk, akkor elgondolkozunk rajta, hogy most ez a ragaszkodásunk nekünk mit fog okozni. És akkor nagyon könnyen rájövünk arra, hogy a ragaszkodás nem okoz nekünk örömet. A ragaszkodás az félelmet, aggodalmat okoz, ugye, mert félünk a dolog elveszítésétől, stb. És nyilván nagyon sok tapasztalatunk is van már erről az életünkben, hogy valami nagyon megörültünk, nagyon ragaszkodtunk hozzá, és utána milyen fájdalom volt attól megválni, előbb-utóbb meg kell válni tőle, mindentől, igaz? Vagy úgy, hogy elveszítjük, vagy úgy, hogy elveszik tőlünk, vagy bármi módon. Tehát lényeg az, hogy így aztán kialakul ez a kiábrándulás. Tehát ez, és kiábrándulás az olyan dolog, hogy az természetesen lép föl. Ugye nem lehet, na most ebből ki fogok ábrándulni, ilyen nincs, igaz? Ebből ki akarok ábrándulni, igaz? Ilyen nincs. Tehát mesterségesen nem lehet kiábrándulni valamiből, viszont hogyha foglalkozunk vele, akkor kiábrándulás magától jöhet, igaz? Na jó, most már nem megyek létre. Tehát az első lépés, amikor az érzékekkel, érzékelt dolgokkal foglalkozunk, az, hogy ha nagyon erős ugye a ragaszkodás, a vágy, akkor kicsit elgondolkozunk a dolgok természetén, és akkor látjuk, hogy ezek a dolgok csak látszólag okoznak örömet, vagy csak ideig, óráig, nincs értelme túl egy ragaszkodást kialakítani. És akkor jön ez a bizonyos kiábrándulás. Tehát egy ilyen értelemben mondhatjuk, hogy lemondás, csak a lemondás szóban ugye sok minden más is szerepel. A lemondás az inkább egy akaratlagos dolog, igaz? Akaratlagos, hogy na én lemondok, többet nem eszem csokoládét. Ja? Hát ez egy olyan nagyon fájdalmas dolog, ugye? És eleve ugye halálra ítélt, mert másnap ugyanúgy megeszük, hogy jaj, elfelejtettem. És akkor megint, és akkor az ember küzd. Tehát a kiábrándulásnál nincs ez a küzdelem, mert az ember azt mondja, hogy na ebből elegem van, kész. És akkor nincs többé ez a csábítás. A lemondás az azt sugallja, hogy ugye elutasítom, és akkor mindig ez van, ott van ez a csábítás, igaz? Irritáció, csábítás, ugye. Hát ugye az ember elhagyja a szerelme, ugye, vagy nem tudom, csinálom, és akkor utána az ember hazamegy, és akkor soha ezzel a nővel, vagy férfival,
soha többet. Micsoda egy szemét alak, és mit ezt tette velem, és hogy, micsoda dolog. És a közben azt figyeli, hogy mikor szólal már meg a telefon, és megszól a telefon, ugrik le, de nem te vagy az! Mert ez a lemondás, ez a lemondás. Most a kiábrándulás az más, amikor az ember azt mondja, tehát tényleg, na hát ebből elegem van, és akkor akár szól a telefon, akár nem érdekes most már, nem érdekes, mert ki, meg volt a valódi kiábrándulás volt. Ja? Tehát akkor értitek ugye ezt, mindenkinek van tapasztalata erről, gondolom. Ja? Ja? Nos, tehát erről lenne szó, ez az első lépés. Ha azonban felismertük az illuzórikus jelenségek üresség természetét, és ezáltal minden ragaszkodástól teljesen megszabadultunk, akkor az összes érzékelést az ösvény részévé tudjuk tenni. Ja? Ez tehát a következő lépés, hogyha nincs ez az erős ragaszkodás, akkor az ember fölé tud emelkedni, a dolgok fölé tud emelkedni, azt mondja, minden dolog olyan, mint a szivárvány az égen, ja, mint egy álomképek, egy tudatos álomban, álomképek egy tudatos álomban, amikor tudjuk, hogy ez csak álom, minden olyan, ezért nem osz, nem szoroz. Megvan, rendben van, de nincs olyan, nem alakul ki ez a ragaszkodás, ugye? Ezt szokták hasonlítani ahhoz, amikor egy illuzionista, ugye, létrehoz valamiféle módon, ugye a saját eszközeivel létrehoz egy illúziót, például egy gyönyörű nőt, és akkor az embereknek el vannak ragadtatva, mert ők nem tudják, ők ugye lépre mennek, és nekik az a nő valóságos. De maga az illúzionista, az látja, hogy ez csak egy illúzió, tehát ez egy olyan dolog, amit ő hozott létre, és aztán ugyanúgy ez meg fog szűnni. Ő nem esik elragadtatásba. Ja? Tehát ugyanígy mondjuk ugye az álmainkkal is, ugye az álmot valóságnak éljük át, akkor elragadtatásba esünk, hogyha pedig tudatos álomban látjuk, hogy ez csak álom, akkor nem esünk elragadtatásba. Tehát ez a szint, hogy a valóságot így látni. Élünk a valóságban, megvan a valóság, de nincs ez az elragadtatás, mert tudjuk, hogy a valóság természete igazából olyan, mint a szivárvány az égen, vagy a, nem tudom, a tükörkép a vízen, vagy a tükörben, ugye ott van, de nem úgy. Ott van, de nem úgy. Ja? Tehát nem esünk elragadtatásba tőle, akár pozitív, akár negatív módon. Ja? Ez lenne a következő. És ennek van ehhez van egy nagyon gyakorlati módszerünk, nekünk ugye, akik gyakorolunk, egy nagyon egyszerű, nagyon gyakorlati módszer, amikor látunk valami szépet, vagy csábítót, például itt van ez a gyönyörű, rózsaszínű, hogy hívják, kandírozott, vagy aszalt mangószelet, ugye? Akkor azt mondjuk, ugye, tehát nem azt mondjuk, hogy jaj, ez nekem kell. Ja, és azért megeszem, és közben szenvedek, nehogy valaki elvegye tőlem, ugye? Hanem azt mondjuk, hogy itt van ez a gyönyörű rózsaszínű mangó szele, és ez alkalmas arra, hogy felajánljam a Buddháknak. Ez egy nagyon egyszerű módszer, és ezt mindig lehet alkalmazni. Tehát örülünk neki, gyönyörű, fantasztikus, de a fő örömet abban lejjük, hogy alkalmas arra, hogy felajánljuk a Buddháknak. Ja? És akkor ezzel a tudattal lehet ugye elfogyasztani, ami teljesen más, mint az egyszerű kapzsi ragaszkodás. Megeszem. A Buddhák pedig hol van? A Buddhákat vizualizáljuk ugye a torkunkban, a lámákat, a szívünkben a jidamokat, a köldökünkben a tanvédőket, és akkor szépen megeszük kiegyensúlyozott. Ugyanakkor öröm, tehát egy tiszta öröm érzetével, ja, de teljesen más minőség. Ja, teljesen más minőség. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy jaj, bekebelezzem, mert ez ilyen, meg amolyan, nem tudom én. És hogyha nem felel meg az elvárásainknak, ugye, akkor meg
undorodunk tőle, kiköpjük, stb. Tehát ezen a szinten azt mondjuk, hogy alkalmas a Buddhák, alkalmas a fölajánlásra, akkor örömet érzünk, és hogyha nem, éppen nem pont olyan, mint az, hogy az elvárásainknak megfeleljen, akkor sem sincs csalódás, akkor is alkalmas a fölajánlásra a Buddháknak. Ja? Tehát például, hogyha rendelünk egy kávét, és akkor kávé nem olyan kicsit ki van hűlve, nincs olyan egy jelentősége. Alkalmas felajánlás a Buddháknak. Tehát nem leszünk hisztisek tőle, ugye? Ja, érthető ez? Tehát egy nagyon egyszerű és nagyon, nagyon gyakorlati dolog, amit már lehet gyakorolni. Már lehet gyakorolni, tehát bármi, például most lesz nem sokára egy ebéd, és akkor az ebédet aki csinálja, az is úgy csinálja, hogy felajánlás a Buddháknak. Ja? És hogyha például valaki azt mondja, hogy nem volt jó, akkor nem sértődik meg. Ja? Mert nincs ott ez a ragaszkodás. Ja, ezt én csináltam, jaj, ezt nem tudom, nekik, és akkor blablabla, mindenféle gondolatok, meg érzések, és akkor rá vagyunk feszülve, hogy ja, ki mit fog mondani. Nem, ezt én jó szívvel, legjobb tudásom szerint, ugye a Buddháknak készítettem egy felajánlást. Ja? És akkor kész. És akkor aki pedig eszi, fogyasztja, az szintén, amikor eszi, akkor Buddháknak ad felajánlást. Ja? És akkor a személyes elvárások, stb. Az öröm ott van, sőt, az öröm sokkal tisztább és sokkal, hogy mondjam, sokkal értékesebb és nagyszerűbb öröm, mint amikor az ember a saját vágyait akarja kielégíteni, ugye. Sokkal nagyobb öröm, valódi öröm, ja. Mert nem azt jelenti, hogy jaj, akkor nem ezt, vagy úgy csinálok, mintha nem lenne jó, nekem mindegy, gyerekek. Nem. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos, hogy a buddhistákról elképzelik azt, hogy nekik aztán tök mindegy. Ja. Minél tök mindegyebb, annál nagyobb gyakorló, ugye? Annál nagyobb gyakorló. Akármit teszel a szájából. És ja. Tehát ez egy óriási tévedés, ugye? Nem erről van szó. Az öröm, épp az öröm ott van, de az öröm az, hogy felajánlás. Felajánl. Ez is egy becses dolog, amit felajánlhatok a Buddháknak. És akkor van egy vizualizáció is, az, amikor felajánlunk valamit, akkor azt úgy gondoljuk, hogy a gondolatban ugye azt vizualizáljuk, hogy ez egy csodálatos nektár, bölcsesség nektár, ami úgy mondjuk, hogy rogya. A rogya az 100 különböző íz. 100 különböző íz, ja? A 100 különböző íz. Íze van. 100 különböző csodálatos íze van, hogyha ételről van szó. 100 különböző csodás íze van. És az tényleg ott van, ha kinyitjuk magunkat, még hogyha valami nem is mondjuk olyan, hogy egyébként finomnak mondanánk, hogyha odafigyelünk, csodálatos ízeket tudunk felfedezni. Tehát ha tényleg nyitottan fogyasztunk valamit, akkor még egy szokatlan dologban is találhatunk ugye csodálatos ízeket. Jó? Például a pálpusztai, meg ilyen. Ha nyitott tudattal leszünk, akkor a pálpusztai is csodálatos. Ha görcsös, elutasító tudattal, akkor rá se tudunk gondolni, igaz? Nos, tehát ez csak egy példa. Tehát ugye, ha az ember nyitottan tud valamit, lehet, hogy mások nem fogadják el, de az ember örömet talál benne, mert nyitott. Ja? Megint ugye közelebb vagyunk a valósághoz. Minél közelebb vagyunk a valósághoz, annál nagy több az öröm, annál nagyszerűbb minden. Ja? Nos, tehát erről lenne szó. Ja? Tehát tiszta látásmódunkat meg őrizve többé nem próbáljuk megszilárdítani az érzékelt jelenségeket, és sosem esünk a ragaszkodás csapdájába. Ja? Tehát ez a érzékekkel kapcsolatban. Most ez nem csak az étkezés, hanem amit látunk, vagy hallunk. Ja? Ha hallunk valamit, legyen az akármi, azt is föl lehet ajánlani, mint csodálatos zene felajánlást a Buddháknak. Látunk valamit, azt is, mint csodálatos, hogy mondjam, látvány felajánlást, tűzijáték, vagy
virág felajánlás, vagy tehát egy csodálatos felajánlás ugye a buddáknak. Hát, bármiben, ha az ember nyitott, mindenben meg lehet látni a szépet, és azt a szépet azonnal fel lehet ajánlani. Ja? Hát azt mondjuk, hogy ez egy csodálatos dolog. Miért? Nem azért, mert nekem ez kell, hanem azért, mert eznek megvan az a értéke, hogy felajánlhatom a buddháknak, bodhiszattváknak. Ja? Jó? Érthető ez? Tehát ezt próbáljátok meg következetesen csinálni a hétköznapok. Következetesen. Ez egy gondolat. Következetesen végezni a hétköznapokban. És így aztán lassan az ember átalakítja a érzékeléseit. Na most a következő pedig az öt érzelem. Az öt érzelem következik ezután. Tehát ugye most volt szó az öt érzékről. És most következik ugye az öt érzelem. A tökéletes szemlélet megvalósítása azt jelenti, hogy teljes mértékben megszabadulunk az öt mérektől, vagyis azoktól a negatív érzelmektől, amelyek a szamszárához láncolnak bennünket. Az öt méreg eltűnésével megnyilvánul az öt hozzájuk kapcsolódó bölcsesség. Ja? Tehát ezt ugye erről beszéltünk már szintén sokat, hogy igazából az öt érzelem az öt alapvető energiának, ja, egy bizonyos, specifikus megnyilvánulása. Tehát az öt alapvető energia mindenben ott van, mindenben megnyilvánul. Ennek a legtisztább megnyilvánulása az, amit úgy hívunk, az öt bölcsesség, az öt energia. Ja? Legtisztább megnyilvánulása az öt bölcsesség, és egyik, tehát sokféle ugye elferdült vagy szennyezett ugye megnyilvánulása van, ezek külön az egyik az öt érzelem. Tehát egy bizonyos szinten, egy bizonyos mondjuk összefüggésben ugye az öt energia, mint öt érzelem jelenik meg, ami egy óriási lehetőség számunkra, mert az öt érzelemhez is kialakíthatjuk azt a viszonyt, hogy azokat meg lehet tisztítani, át lehet alakítani, ja? Meg lehet keresni azoknak a valódi természetét, a valóságát, a valóságos természet, és az nem más, mint az öt bölcsesség. Ja? Az öt bölcsesség. Tehát így ez az alapszemlélet ugye a gyémánt úton az öt érzelemmel kapcsolatban. De hát első a gyűlölet. Ne a gyűlölet tárgyát kövesd, inkább vedd szemügyre a haragvó tudatot. Ja? Tehát ne a gyűlölet tárgyát kövesd. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy pipa vagyok, ja? Pipa, ja? Hát a harag már megvan. Amikor haragszunk, akkor mi történik? Akkor mindig azért haragszom, mert őrá haragszom, arra haragszom, igaz? Tehát mindig a gyűlölet tárgya, ugye, van első helyen, igaz? Ilyenkor. Az ember haragszik, akkor nem arra gondol, hogy én most haragszom, hanem arra gondol, hogy milyen szemét volt az a valaki, vagy micsoda szörnyű dolog ez, stb. Tehát mindig egy dolog van, egy tárgy van, ugye, és ez van a fő helyen mindig. Az, hogy én haragszom, azzal nem is foglalkozunk, csak azzal, hogy valaki például igazságtalan volt, vagy szemét volt, vagy stb. És akkor ő rá haragszunk, vagy arra haragszunk, igaz? Igen? Sokszor keressük is. Igen, persze. Nem létező dolgok. Az a főszereplő. Haragszunk, akkor a tárgy, a gyűlölet tárgya a főszereplő, igaz? Tehát azt mondja a tanítás, ne a gyűlölet tárgyát kövesd, inkább vedd szemügyre a haragvó tudatot. Tehát az első lépés az, hogy harag van bennem, nem az, hogy miért haragszom, nem érdekes, hogy miért haragszunk. Tehát ha a haraggal dolgozni akarunk, akkor ugye az emberek mindig azon vannak, hogy szüntessük meg a harag tárgyát, és akkor majd nem fogunk haragudni. Tehát ha valakire haragszom, meg kell ölni, és akkor tovább nem haragszom. Ja? Ugye ez az alap recept, igaz, a világban. Tehát ezzel szemben ugye a buddhista tanítás azt mondja, hogy
Felejtsd el a harag tárgyát, hogy kire haragszol, mire haragszol. Miért? Mert az mindig lesz, mindig lesz, mindig találsz magadnak valakit vagy valamit, amire haragudhat. Most erre haragszol, tegnap arra haragudtál, holnap pedig amarra fogsz haragudni. Igaz? De mindig lesz valaki vagy valami, amire lehet haragudni. Olyan nincs, hogy nem lesz. Ha a harag itt van bennünk. Ja? Tehát ezért azt mondja a tanítás, hogy ha vedd szemügyre a haragvó tudatot, tehát a saját tudatodat, hogy harag van a tudatomban, ez az első lépés. Elfelejtjük, miért haragszunk, az ott kezdjük, hogy harag van a tudatomban. Ja? Ez az első lépés. A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó düh nem más, mint tiszta üresség. Tehát, hogyha valaki, hát ez ugye magasabb szinten, de tehát a meditáció arról szól, hogy jön a harag, abban a pillanatban, hogyha nem foglalkozunk a harag tárgyával, észreveszünk a haragot, és így csak így ránézünk, és látjuk, hogy ez nem más, mint a tudatnak egy mozdulata, ja? Abban a pillanatban így elolvad. Magától, nem kell csinálni semmit. Így magától elolvad. Ja? Pontosan, mint egy álomkép. Tehát ugye a meditációban ezt gyakoroljuk, igaz? Ahogy erről magyaráztam, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik egy érzelem, vagy egy gondolat a tudatban, ugye? És az, abban mi belebonyolódunk valami módon, abban a pillanatban ugye álomvilágban élünk. Igaz? De abban a pillanatban, amikor észreveszünk, hogy álomvilág, abban a pillanatban már megszabadultunk az álomvilágból. Hát legalább egy pillanatra. Ja? Abban a pillanatban, amikor tudatosul bennünk, hogy ez csak egy álomvilág, amikor mentesek vagyunk az álomvilág bűvületétől. Igaz? Hát ugyanez van az érzelmekkel. Akkor jön a harag, felejtsük el, hogy miért haragszunk, mert az mindig lesz, nincs ilyen, az végtelen. Azt vetjük észre, hogy harag van a tudatomban, és hogyha ezt úgy tudjuk észrevenni, tehát mondom, van egy képzett tudatunk már, így, csak így ránézünk. Ránézünk a haragra, ja? Magától szerte oszlik. Magától szerte oszlik. Ja? Mert átlátjuk. Átlátjuk. Átlátjuk a természetét. Tudjuk, hogy ez csak a tudatnak egy mozdulata. Teljesen mindegy, hogy most harag, vagy akármi más. Tudat mozdulata pedig csak a tudat mozdulata. Ja? Érthető ez? Legalábbis elméletileg ezt így meg kell érteni, hogy ez olyan, mint egy álom. Ja, a tudat, a harag, amikor megjelenik, semmivel sem különbözik egy egyszerű álomképtől, ami ugyanúgy egy ábrántól, ja? Ja, vagy egy nagyon jó magyar szóval egy agyrémtől, az csak egy agyrém. Tehát az agy, tehát és tudat által létrehozott rémképtől, rém. Mit jelent ez, hogy rém? Az nem feltétlenül jelent negatívat, eredetileg fölrémlik a tudatban valami. Tudatban fölrémlik. A gondolatok, érzelmek fölrémlenek a tudatban, igaz? Ez egy nagyon jó szó, mint magyar szó, hogy rém, fölrémlenek a dolgok, igaz? Azt mondjuk, rémlik, mintha látnám, igaz? Rettenetes kardját, stb. Rém, fölrémlik valami a tudatban. Ja? Erről van szó. Tehát a harag ugyanúgy fölrémlik a tudatban, tehát az csak a tudatnak egy tudat által teremtett rém kép, egy árnyék, egy semmi, hogy hívják? Svédek mondják, hogy hallis. Hallis az a halucinációnak egy ilyen, hogy hívják? Magyarul mondhatnánk, hogy egy kis halacska. Úgy értve, hogy halucináció, halacska, halucinációcska. Ja? Egy kis halacska a tudatban. Ja? Tehát bármi jön, az csak egy kis halacska. És halucinációcska a tudatban. Ja? Érthető? Tehát a meditációban ezt kell megtanulnunk. Mi az, ami valóság? Az, hogy itt ülünk,
És van, tehát egy testi érzetünk van az itt ülésről és a légzésünkről, ugye? Minőségben teljesen más, mint amikor megjelennek a halacskák. Jó? Teljesen más. Ez az, amit megtanulunk a meditációban. Hogyha ezt rendszeresen csináljuk, ha nem csináljuk, akkor ez mind csak szó marad, akkor nincs jelentés. Ugye? Tehát ezért ugye a meditációban nagyon fontos megtanulni azt, hogy nem nézzük azt, hogy ülünk. Mert az ember általában úgy van, hogy ülök, és akkor így, mint egy kívülről nézem, tudatosítom, hogy ülök. A légzésemmel ugyanígy. Tudatom, légzésemet, figyelem a légzésemet. Kívülről, hogy na most kilép, na most belép. Még ha nem mondjuk magunkban, sokszor mondjuk is magunkban, de nem mondjuk, akkor is egy külső szemlélő szempontjából figyeljük, hogy légzés, én lélegzek, stb. Tehát a meditációban azonosulunk vele, tehát testi érzéssel érzékeljük ezt, és nem a, hogy mondjam, nem a légzés képzetét figyeljük, meg az ülés képzetét figyeljük, hanem oldódunk magának az légzésnek és az ülésnek az érzetében, ja? Testi érzetében. Tehát ezért ugye nagyon fontos a rendszeres gyakorlás, különben ez nem jön létre. Mert ennek létre kell jönnie, hogy az ember tényleg azonosul az üléssel és azonosul a légzéssel. Ja? Érthető ez? Borzasztó fontos, mert meditáció, mondom, az emberek ülnek, mint a faszent, és figyelik a légzést, és az csak rossz. Az csak ront a helyzeten. Az ember még merevebb, még jobban öntudatos lesz, még inkább figyeli magát, még neurotikusabb lesz. Ez nem meditáció, semmi köze a meditáció. Meditáció az oldódás. Azonosulunk a légzéssel, azonosulunk az ülés testérzetével, a légzés testérzetével, föloldódunk benne, elfeledkezünk magunkról, nem figyeljük. Ha figyeljük, akkor még inkább öntudatosak leszünk, még inkább én a figyelő, figyelem azt, ugye? Nem, ez egy végtelen történet. Érthető ez? És ha ezt megértjük, akkor tényleg kezdjük megérteni, hogy na mi az, amikor itt vagyok, ja, itt vagyok, és mi az, amikor jönnek a halacskák, ja, jönnek a rémek az agyban, a tudatban, a rém, és akkor elvisznek bennünket, ja. Érthető ez? Érthető? Van valakinek ez ilyen tapasztalata esetleg? Meditációban, hogy kezdi érezni ezt a különbséget, hogy na mi az, hogy jelen lenni, és mi az, hogy belebonyolódni a tudatnak a kis játékaiba, hallucinációiba. Jó? Nem baj, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát ezért fontos csinálni. Ha nem csináljuk, akkor soha nem lesz, akkor az egész elmélet marad, semmit nem segít. És maradunk így, hogy ülünk és akkor figyeljük magunkat. Ez nem meditáció. Jó? Ez nem meditáció. Akkor inkább nem meditáljunk. Jó? Akkor inkább nem meditáljunk, mert az csak ront a helyzetet. Még jobban elidegenünk a valóságtól. Lehet, hogy lesz egy önfegyelmünk. Ez mire jó? Gyorsabban tudjuk számolni a pénzt. Jó? Annak is van értéke. No. Tehát a megjelenése pillanatában önmagában feloldódó düh nem más, mint tiszta üresség. Tehát, hogyha meditáció ennek ezen a szintjén, abban a pillanatban, amikor megjelenik ez a kis halucináció, ami ebben az esetben düh, ja, abban a pillanatban látjuk, hogy ez csak egy, ja, ez már a tudatnak egy kis mozdulata, és abban a pillanatban magától feloldódik a tudatban, ja. A tiszta üresség a tükör bölcsessége, ja. Ugye ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy amikor a valóságban vagyunk, ja, az olyan, mint a tiszta tükör. Nem foglalkozunk a tükörrel, ami a tudat, hanem ami benne tükröződik, azzal foglalkozunk. Ja? Tehát a tudat már nem kérdéses, nincs jelentősége a tudat. Ja? Tehát a tiszta üresség a tükör bölcsessége.
Vagyis, ami ebben az állapotban, a tudat azt tükrözi, ami van. Ja? Ugye szemben azzal, amikor a tudat zavaros, az olyan, mint a maszatos tükör, és az nem tükrözi a valóságot, hanem elferdíti a valóságot, igaz? Akkor a tükröt látjuk igazából, de mi azt hiszük, hogy az a valóság. A gyűlölet saját természetében oldódik fel, recitált hát ebben az állapotban, tehát abban az állapotban, amikor a gyűlölet saját természetében feloldódik, recitáld a 6 szótagú mantrát. Ja? Akkor most ebben az állapotban recitáljuk a 6 szótagú mantrát. Jó? Egy percig, mert túl órában vagyunk. Egy percig recitáljuk a 6 szótagú mantrát. Ja? Amen. 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 Amen.
És most megosztjuk az érdemeket, gondoljunk arra, hogy ennek a mai csodálatos délelőttnek a szeretet és bölcsesség energiája, amelyet a tiszta tudatunkból felszabadítottunk, azáltal, hogy foglalkoztunk a belső ösvénnyel, meditációval és gondolatokkal, mindezt a energiát megosztjuk az összes lénnyel, ezáltal részesüljenek ebben az energiában, és érjen véget minden szenvedés a világon, és érjék el, az összes lény érje el a fölébredett állapotot. És akkor most tartunk egy szünetet, 2 órakor folytatjuk.